Megyünk tovább az aktuális dolgokban. Tehát az, amit Bill Gates és társai kitaláltak, ez egy genocid, ez az emberiség elleni súlyos genocid. Hát ez van, ők ezt kitalálták, és hát a jelek arra mutatnak, hogy már kezdik is ezt véghez vinni. Bár vannak olyan elméletek is, miszerint a Föld lakossága nem 10 milliárd ember, és hogy egyébként meg a Föld képes lenne eltartani 100 milliárd embert is, ha ökológiai gazdaságba fognának, ökológiai gazdálkodásba fognának. Tehát, még ha meg is tudnánk szabadulni ettől az egész reptiloid rendszertől, ami most van itt a Földünkön, amely megfigyeli állandóan az emberiséget, kutatja, elemzi, analizálja, stb. És kapnánk kívülről magas szintű technológiákat, akkor is nyugodtan ez a mennyiségű ember élhetne, sőt, több tucat milliárd is élhetne a Földön. Ugye sokan erre azt mondják, hogy ez egy konspirációs elképzelés. Több tábor is van, hát én egyik oldalára sem állok, én csak a tényeket szeretném elsorolni. Sokan azt mondják, hogy ez nem konspirációs elképzelés, hanem valóság. Hát ki szavazzon arra a táborra, amelyikre szeretne. Na de ez valóság, akkor Bill Gates hazudik. Hiszen a szociális hálók és a digitális eszközök valójában blokkolják az igazi információt. Erre már nagyon sok ember rájött. Nagyon sok orvos és tudós már felszólalt a vakcinák ellen, Magyarországon is, külföldön is, és ezek a felszólalások mind-mind tudományos kutatáson alapultak, és alapulnak. Nagyon sok világhírű magyar tudós dolgozik nyugaton, akik úgy szintén felszólaltak már a vakcinák ellen. Azt azért jobb, ha tudjuk, utána nézhetnek, hogy Bill Gates nem orvos, nem is epidemiológus, nem vírus szakértő, ugyanakkor ebben az egész COVID-19-es szituációban a világban ő a legfőbb irányító. Hát nem furcsa? Minden médiacsatornán ő látható. 2015-ben ő már figyelmeztette a világot, ott van a médiában, 2015-ben, hogy jön a vírus, amely halálos vírus Kínából fog kiindulni. Most gúnyosan nevetgélve mondja, hogy a vírus második hulláma ősszel fog bennünket utolérni. Lehet, hogy meg kéne ismerni egy ismert amerikai tudós, Charles Lieber kísérleteit, aki az Ohio-i Technológiai Egyetemen dolgozott, ahol az első COVID-19-es vírusokat vizsgálták. De erről majd a következő videómban beszélek. Köszönöm szépen, ha meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor előbb meglátják a következőt.